Június 24-én, hétfőn 75 éves lett a gyermekvasút második szakasza. Ebből az alkalomból különleges vonatösszeállítással közlekedte egész nap. Sajnos a motorvonat műszaki hiba miatt nem tudta elhagyni a fűtőházat, viszont délután forgalomba állt az MK49-es mozdony. Reggel MK45-ös vontatással vittük fel Szépjuhásznéra, a majd délután induló szerelvényt, ahol egész nap együttállásokat lehetett fotózni. 16 óra 20-kor indult Hűvösvölgybe ez a különleges vonat, jönnek majd a vezetőállásról és a géptérből is készült képek, de előtte utazgassunk még a vonalon egy kicsit, beszéljünk a kisvasút történetéről. Az első vonalrészt 1948 nyarán adták át, a mai Virágvölgyi Szépjuhászné régi nevén Előre és Ságvári Liget állomás között, a forgalom 1949. június 24-én indult meg. Erre a napra emlékezve, hétfőn az egyébként óránként közlekedő hagyományos szerelvényeken kívül más multivéző járművekkel is találkozhattak a fotósok és a kisvasút barátok. Keresztül indulunk, szép jó esztét!